Startup inkubációs központ adottak át a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye, erről beszélt az innovációs és technológiai miniszter az átadón. Palkovics László azt mondta, hogy országosan 8-9 tudományos technológiai központ létrehozását tervezik még. Több mint 500 vitorlás indult a tavalyi kékszalag vitorlás versenyen. Már annak a magyar startup cégnek a találmányát is használták, ami a vitorlások által használt mérőeszközöket sűríti egy készülékbe. Ezt az eszközt lekicsítettük ekkora méretre, hogy a hajókon könnyebben el lehessen helyezni. A berendezés a vitorlázóknak szükséges hajózási adatokat elemzi és jeleníti meg. Ez az egyik startup cég a sok közül, amelyek hétfőtől a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen átadott központban dolgozhatnak. Nekünk ez egy óriási lehetőség, hogy itt lehetünk ebben az épületben, mert a többi startuphoz hasonlóan mi is egy garázsból kezdtük el a fejlődést, és az, hogy áthelyeztük a bázisunkat egy ilyen környezetbe, ez határozottan meggyorsítja a fejlesztésünk folyamatait. A központban egy olyan közösségi teret hoztak létre, amelyben 36 munkaállást alakítottak ki, és két tárgyalót is biztosítanak a feltörekvő vállalkozások számára. Ezzel a BME belép a Digitális Jólét Program egyetemi kutatóváros hálózatába. Fontos, hogy a különböző kormányzati programok és iparvállalatok feltűnjek az egyetemen, és itt valóban tudjuk rögtön már első, másodéves hallgatóknak is megmutatni, hogy merjenek vállalkozni, merjenek szabadalmat összerakni, merjenek prototípus gyártani. Ez ennek a szelleműhelynek az alapvető küldetése. Az innovációs és technológiai miniszter a központ átadásán arról beszélt, hogy a megfelelő körülmények tudják biztosítani az ötletek megvalósulását és piacra kerülését. Az, hogy létrehoztuk ezt a környezetet, az, hogy itt megjelenhetnek az egyetemből esetlegesen kiváló spin-off cégek, az, hogy egyetemi hallgatók olyan ötlettel rendelkeznek egyébként, ami ez nekik egy ilyen környezetre, és a környezet persze nem csak az épített környezetet jelenti, hanem jelenti az egyetem támogatását is, ezzel élni akarnak, akkor ezt mindenképpen nagyon inspirálnak tartanám. Magyarországon 8-9 tudományos technológiai központ létrehozását tervezik, közülük 2 Budapesten lesz.